És akkor megint szétnézhetünk még a hátralévő egy-két percben, ami a szünetből van Wayne Mardell környékén, na meg a jelmezverseny környékén, de annyit elárulok, hogy amikor a fülünkre szóltak, hogy mi jövünk, akkor csak Medi annyit csúgott nekem, hogy jó meccs ez, jó meccs ez. És tényleg nagyon jó meccs. Igen, tényleg, tényleg kimondottan jó mérkőzés. Top Gun, number one. Kik ezek, törpék? Törpék nyertek? Biztos. Az biztos, hogy ők nyertek. Két pólót. Majd eldöntik, hogy kinél két van? Két nyolcan. Igen. Közben az érintettek, a résztvevők már a táblánál vannak. Egy-egyre áll egymással Nathan Espinel és Krzysztof Ratajski. Ugye 1-0-ra vezetett az angol. Aztán egy eléggé nehézkes szedben tudott egyenlíteni Ratajski, úgyhogy minden nyitott kettő szett után természetesen. És Ratajski fogja kezdeni a harmadik szettet. Pont csupán első pályáról. Hoppá! Már váltania kell Espinelnek, mert nem volt jó helyen a nyila. 58! Már vezet is Ratajski. Bizonyán, markáns különbség. Számokban kifejezhető. Egész számokban ráadásul. Igen. 96-os. Az már jó helyen van. Az is. Kettő közé? Nem, 180! Nem kettő közé, de oda a helyére. Öt egy a 180-nak aránya, azért hát az occmesterek azért occmesterek, hogy ezeket tudják, hogy mit miért csinálnak. Igen. Ugye miről beszéltünk, hogy alig fizetett valamit arra, hogy Espinel dob több 180-at a meccsen. 57-es. De hiába ez a 180, mert ugyanott van Espinel hátsó pályára, amit Ratajski előről. Igen, a másik két tripla nélküli kör, 100-as. Nézzük, hogy mennyire fog tudni közelíteni Espinel. Gyönyörű! 36-ra! Tripla 19, nincs meg, tripla 18, az sincs meg. Na de a dupla. Nézzük a 36-ot. Dupla 9. 14. Ú, de messze volt, 14. Nem dobja meg! Az ment a szélrózsa minden irányába most. Ilyen hibákat nem fog elkövetni. Ratajski, abba biztos vagyok. Dupla 8. Meg vissza sokkal! Abban a pillanatban, amikor jókor mondtam, igen. Pontosan! Pont a csontba, pont. 9. 1 dupla 4. Belobja Espinel. Hátsó pályáról az előny nála. Rádobott a 13 nyilasra és 17 nyilas lett belőle. És azonnal brékelni tud. Ja, a mai nyereményjáték kérdése pedig, hogy melyik évben nyert BDO világbajnoki címet Steve Beaton. Ez a mai kérdés, a PDC nyereménye a tech@gmail.com-os e-mail címre várjuk. A helyes megfejtéseket és értékes ajándékok az itt. Ilyen márkájú darts táblát lehet nyerni. Nagyon jó dartsozás, darts tanulási lehetőséget a darts suliba, Tarbélához. Egy havit. És a magyarországi European Tour fordulóra, a Hungarian Darts Trophy-ra lehet két pénteki délutáni jegyet nyerni, páros jegyet nyerni. És aki nem nyer jegyet, hogyan tud? Ja, természetesen már bőségesen zajlanak a jegyértékesítések, úgyhogy a PDC Hungarian Fan Club oldalán, vagy a Darts Palota oldalán
vagy a darts.com-on megtalálnak mindent ezzel kapcsolatosan, úgyhogy érdemes. Az itt látható játékosokat is valószínűsíthetően látni fogjuk. Egy biztos, ami ugye a 16 kiemelt közül Gerven biztosan itt lesz, úgyhogy érdemes eljönni és meglátogatni. A pénteki nap a magyar játékosoktól lesz hangos, szombaton az összes játékos lehet látni majd, és vasárnap pedig ugye lesznek majd a legjobb játékosok közötti összecsapások. Dupla 16-os! Oh! De egészen hihetetlen, amit egyébként Espinel első pályáról csinál. 268 pontja van. Számos dobott egy 134-et, igen. Megfelezte a pontjai számát. Kívül van. Az meg benne. 1-1. Hát ezen a meccsen nem előny feltétlenül a kezdés. Nem igazából. Úgyhogy most jaj Ratajskinak. Ő kezdte ugyanis a harmadik leget. 94-es, a 18-asnál eltalálta a triplát. Levált Espinel. Ja, nem vált le, csak lenézett. 100-as. Ratajski is lenézett, csak nem vált. Ő megnézte, hogy hova kell állni. Legyét. Bunting legyét. De az nem légy. Lajos megírta nekünk. Igen. Titkos drónja a BDO-nak, igen. 96 fej mellett vannak. Fölötte a második. 19-es, 99, 210 pontja marad ezzel Ratajskinak. 18-asra kezd Espinel, megy a 20-asra, az jó. Addig jó lett, kell még egy a kiszállóhoz, gyönyörű a 138. Nézzük Ratajskit. 170-e, 40-e maradna. Bár ebből nem lesz. Sőt! Kiszálló sincs, ezt ő is, és megint jön egy break. Már 4-4-nél tartanak, 4 break volt. 97-tel lejön 70-re. Csak annyit szeretnék mondani, hogy eddig Ratajski egyetlen egy saját kezdését nyerte meg, Espinel pedig kettőt. 70 marad, pont mint Espinelnek, csak az angol dob először. 20-as. És a dupla 16. És 32. Megdobja azt is. Megint break. Három break ebben a szetben. Hát ez hihetetlen. Ez komolyan mondom, hogy játszanak összesen. Ez ugye, azt mondja, 12 leget. Ez a 13. leg, amit játszanak. Most kezdik. És a 12-ből 9 break volt. Hát ahogy szokott. Most figyeld, 60. És egy újabb olyan lehetőség, amikor megint lehet break. És jól is kezd Ratajski. Kezdám, bizony. 140. Jó, hát hogyha breakek vannak, akkor ezt Espinel nyeri ezt a szettet. De most ő is jól dob, legalábbis ez az egynyira helyén van, meg az is. 140, visszadobja. Ó, most nagyon jó Ratajski. Azonnal vissza akarja szerezni azt az el... 140 az is! Buksizott leget. A négy kör elég lenne hátsó pályáról. Értelemszerűen. 125, ú, de szépen javította az ötöst. Kiszállója viszont először Ratajskinak lesz minden valószínűség szerint. Ohoj, te nagyon nagy legez most. Oda néz! Ki is nézett. 125, meg is lett az eredménye. 96 pontja marad. Espinel, tud-e dobni egy 140-et? Nagyon úgy 136-ot? Ó! Oh! 168-al lemegy 8-ra. Ratajski. Kell neki a tripla. Nem fog rámenni a dupla-duplára. Bedobja dupla a 8!
Szetnyilag. És szünet pedig nem lesz. Kívül, de jó közel, helyen közel, van. Közel, közel, közel. Bedobja. 2-1-re vezet Nathan Espinel, és az egyetlen olyan leg volt ebben a szettben, amit az nyerte, aki kezdte. És ezzel meg is nyerte a szettet. Ráadásul ő kezdi a következőt. Már amennyiben ennek van jelentősége ezen a találkozón. 2-1. Tehát most mondanám, 5, azaz 5 darab leget nyert Ratajski. És az öt legből egyetlen egy a saját kezdése. 140. Ezt jól folytatja most Espinel. De jön Ratajski is, de jó meccs. Oda néz. 180! Hopp, és egy egyes! Azonnal vissza a triplába. 81 pont. És ez volt a 475. De azért lehet 122. És jól láttam, az Jockey Wilson. 100. Szóval Ratajski hiába dobott egy 184-122-t, még így sem érezheti magát biztonságban. Bár így azért egyre inkább. Ojojojoj, de lott. Rá ő is most dobhat négyköröst. Előbb is hibázta négyköröst. És ott volt. Hoppá. 90 marad. Lefelezte. Na nézzük azt a 62-t. Tripla 10. Egy 20-as. És a 32. Nem dobja be megint! Nem dobja be! Na, lássuk Espinelt! Ezek a egyetlen egy nyilag döntenek. Ott kell maradni. És Bull. A Bull. Oh. 12-es. 38 marad. Újabb nyilag Ratajskinak. Nem be is dobja! 1-0-ra vezet, most kijött belőle, igen. De hát megint rádobott a négykörösre, 13 nyilas. Most már mind a ketten 97 fölötti átlagon. Ami érdekes, hogy Ratajskinak magasabb az első 9 nyilas, 110-es. Nem és 105-ös pedig, közel 105-ös Espinelé. Ebbe a... Nagyon nagy izgalmak várhatóak, úgyhogy meg is mutatjuk ezt a mérkőzést, mint ahogyan majd utána, akik már a török bajnoki labdarúgó találkozót várják tükönülve, azok is majd megkapják a dózisukat, mert hogy természetesen amint vége van itt, megyünk majd Törökországba. Valami nem tetszik most Espinelnek. Nem valami. Belement valami a szemébe. A BDO drón. Először a Tita Ratajski, hogy vele van gond. Belement a szempilláját, szerintem bele tud állni így a... Ugye természetesen megint break volt. Úgyhogy... Most már 10 breaknél járunk. 180! Hat kettő a 180-ak száma. Espinel vezet, ez pedig csak egy 100-as, hát ez hihetetlen, hogy senki nem tud szinte nyerni játékban a saját kezdése után. Espinel tudott az előbb, azzal nyert egy szettet is. Na, mi történik? Kerekít. 85-tel 140. 6 nyila van szá... Nem, nem. Így most már biztos, hogy nem. Állj, 97-es, 160 a maradék. Na nézzük 140-re. Na, nincs még 100 fölötti kiszállója. Ó, 40-re marad viszont. És az megint egy...
Így nem lesz. Nincs kiszálló. Megint egy break közeli állapot. Na, itt jön a 11. break. Egy bedobja, ez hihetetlen. Egyszerűen nem hiszem el, hogy nem tudnak, egyikük se tudja szinte megnyerni a sakk kezdését. 11. break. Ratajski még mindig csak egyetlen egy leget nyert a saját kezdéséből. És 59-es hát kezdés. Nem hiszem el. Dob egy 140-et rá Ratajski. Melyik fog először elmenni inni egyet, és átgondolni, hogy ezt most már meg kéne nyerni. 99, ez most nem két triplás kezdés, ez még nem dőlhetett el. Jön a tripla 19, 2, 134. Itt van egy százas előnye, de egy körrel többet dobott Espinel, mint Ratajski. Alatta. 98 pont, most van egál. 18-as és két tripla 20-as, az egyik megvan, a másik is megvan. De jön Ratajski is. Kell még egy tripla. Nincs meg. Százas. Így nincs kiszálló sem. Kerekített is Espinel, hogyha mondjuk meg lenne a két tripla 20, mint ahogyan nincsen. Ez egy százas. 70-et meg már az előbb is megoldotta. Ú, átmegy az ötösbe Ratajski dobása, az már jó. 19-es. Meg az is. 122-vel, nem egy 82-re. A második 122-es Ratajski. Szorongatja, szorongatja azért rendesen. Meg van dupla 8. Meg is kell kérdeznie. Meg jó, hogy nem arra az oldalra kell dobni. Vagy jó, hogy nem megkérte Rászbét, hogy... De tőle. Most arra az oldalra kell dobni! Nem dobja be! Na és akkor a 82 lehetne egy break. Valakinek ott... Dupla 20. Na, jön a break. Ne! Oh! 3 nyíl a dupla 4-re. Benne is van. 2-1, így is, meg úgy is. Ratajski kezd. Most megint ő tudta hozni a saját kezdését. Nézzük, hogy Ratajskinak sikerül-e. Eddig nagyon jó. 1-es lett, nem láttuk a harmadikat. Igen. Nagyon jó kezdés volt most Ratajskitól. Mi a válasz? Egy 140-es! Ez meg még jobb! 99-es átlagon Nathan Espinel is 96 fölött egy Ratajski. Ez pedig idézőjelben csak 100. A 9 nyílak a 107 mind a kettőjüknek szinte. Hoppá! Hopp, az egy egyesbe. Az meg egy 19-es, 39. Csak hát nem úgy teljesítenek a fiúk a saját kezdésük után, hogy Espinelnek életbiztosítás legyen a döntőlegre koncentrálnia. 93. Nagy az előnye most a lengyelnek. Így meg pláne. Százas. Sikerül a második kezdését is megnyernie Ratajskinak. Halad felé. Addig nagyon jó, tripla 17, 137-tel lemegy 50-re. A 60 nem jó, a 44 meg még úgyse. Ugye, hogyha 18-as lett volna, akkor 164 marad, az kiszálló, ezért váltott. 32. Dupla 8. 8-as. Bedobja. 2-2 döntőleg következik. Na de most akkor ez kinek jó, hogy Espinel kezd? Ez, hát azt nem tudjuk, de megvan a második kezdés is. Csak 60! Hány triplát tud dobni? Ratajski, egy van. Le fog váltani.
Az alatta, az meg fölötte. 98 pont. Az benne a második, 140. Kijött belőle. Egy triplányi forja van, ami most már tovább is szállt. De megint a 19-es egy első alatta, a második már benne. 136 pont. Előrébb jár Ratajski annyival is, hogy neki a következő körben elég egy tripla. Espinalnak most kellene kettő. Még sokat fészkelődik Espinal. De megdobja! 131! Lehet, hogy más volt a gondolat most. Lehet, hogy gondolt valamit, hogy ide célozzon, aztán mégis máshova, és ezért inkább megállt. Hát nem dob triplát! De benne van, kiszállón van Ratajski. Teljesen egyformán. Nagyon jó meccs. És dob egy egyes Espinal! Az már benne van, 109. Az szép, 121. De hát ott a szansz, 167. Ebből nem lesz 167, levált 19-esre. Még marad 18-asra kellett volna, de így is jó. 58-109. A 3-1-es vezetésért Nathan Espinal. És a duplára kettő nyíl. Be is dobja. 3-2-re megnyeri ezt a szettet Nathan Espinal.